A narcisztikus személyiségzavaros szülő nagyon önző és az önmegvalósításra összpontosító személy, akinek a gyermek a saját érdekei és ambíciói kielégítésének eszköze. A gyermeket csak akkor tekinti fontosnak, ha az ő saját érdekeit szolgálja. A narcisztikus szülő hajlamos arra, hogy az érzéseit és igényeit a gyermekére erőltesse, és gyakran elvárja, hogy a gyermek az ő vágyait kövesse, és az ő álmait valósítsa meg. Ezzel a szülő megpróbálja azonosítani magát a gyermekével, és azt reméli, hogy a gyermek által elért eredményekkel saját magát is megerősítheti. A narcisztikus szülőnek a gyermeke a meghosszabbított karja tehát. A narcisztikus szülő általában nagyon kritikus a gyermekével, és sosem elégedett az általa elért eredményekkel, még akkor sem, ha a gyermek kiválóan teljesít. A szülő a folyamatos kritikával megpróbálja aláásni a gyermek önbizalmát, hogy aztán könnyebben befolyásolhassa. Gyakran irányító szerepet tölt be a gyerek életében, és korlátozza a gyerek szabadságát és önállóságát. A szülő gyakran megmondja a gyermeknek, hogy mit csináljon, és hogyan csinálja, továbbá nem tűri az ellenállás semmilyen formáját. A gyermeknek semmiről sem lett önálló gondolata, véleménye. Az ilyen szülők rendszerint nagyon gyakran magukra összpontosítanak, és nem tudják a gyermeküket szeretni és elfogadni úgy, ahogy azok valójában vannak. Teljesen a saját képükre akarják formálni, megfosztják a gyermeket a saját személyiségétől, a folyamatos kontroll és kritikák, elvárások által. A gyermeknek rendkívül nehéz ilyen szülőkkel élni, és hosszú távon komoly hatással van az önbizalmára és az életminőségére. A narcisztikus szülővel felnövésnek hosszú távú hatása van a gyermek felnőtt életére. Néhány lehetséges hatás közül a következők a legfontosabbak. Alacsony önértékelés. A narcisztikus szülők gyakran kritizálják és beleszólnak a gyermekük életébe, ami miatt a gyermeknek alacsony önértékelése alakulhat ki. A felnőttkori önértékelési problémák az életpályát és a kapcsolatokat is befolyásolhatják. Ellenőrzési vágy. A narcisztikus szülők hajlamosak ellenőrizni és irányítani a gyermekük életét, amely a felnőttkorban is megmaradhat. Felnőttkorban sem lehet teljesen önálló élete, a szülő mindenbe is beleszól. A gyermek felnőtt korában sem tud leválni a szülőről, mindenben kikéri a véleményét, mert megtanult a gyerekként. Nem lehet önálló gondolata. Személyközi kapcsolatok nehézségei. A narcisztikus szülőkkel való felnövekedés után a felnőtt gyermeknek nehézségei lehetnek a személyközi kapcsolatok kialakításában. A gyermek nehézségeket tapasztalhat a saját érzéseinek azonosításában és kifejezésében, továbbá nem tudhatja, hogyan kell egészséges kapcsolatot fenntartani, hisz gyermekkorában sem látott erre pozitív mintát. Depresszió és szorongás. A narcisztikus szülőkkel való felnövekedésnek a felnőtt korban is lehet hatása mentális egészségre. A gyermek lehet, hogy hajlamosabb lesz a depresszióra és szorongásra, mivel nehézségei lehetnek a személyes kapcsolatok kialakításában, és nehézségeket tapasztalhatnak az érzelmeik azonosításában és kifejezésében. Narcisztikus személyiségzavar. Ha a gyermek narcisztikus szülővel nő fel, akkor jó esélye van arra, hogy a gyermek is narcisztikus személyiségzavarral, vagy a normálistól erősebb narcisztikus jellemmel rendelkezik, mivel ezt az életmódot és viselkedést látta a szülőtől. Borderline személyiségzavar. Sajnos nagyon gyakori, hogy a narcisztikus szülő teremtménye borderline személyiségzavaros lesz. Erről már több videót is készítettem, ha bővebben érdekel, tekintsd meg őket. Perfekcionizmus és túlzott elvárások. A narcisztikus szülők gyakran túlzott elvárásokat támasztanak a gyermekükkel szemben, és folyamatosan kritizálják és korrigálják őket. Ez a gyermekben erős perfekcionizmust, azaz törekvést a tökéletességre, és teljesítményorientált hozzáállást alakíthat ki,
ami a felnőtt korban is megmaradhat. Ezzel viszont jár a magas szorongásszint és folytonos stressz, megfelelési kényszerrel. Veszélyes viselkedések. Ha a narcisztikus szülő erőszakos vagy bántalmazó volt fizikálisan, akkor a gyermek felnőttként is hajlamos lehet veszélyes viselkedésekre, és nehezen tudhatja, hogyan kell egészséges kapcsolatokat fenntartani, gyakori lehet a pszichopata megküzdési jegyek alkalmazása. Önállóság hiánya. A narcisztikus szülők gyakran nehezítik meg a gyermekük önállóságának kialakítását, és a gyermek felnőttként is függőségben maradhat másoktól. A felnőtt gyermek hajlamos lehet arra, hogy nehezen hozzon fontos döntéseket és függő viselkedéseket mutasson másoktól, kódependenciát, azaz társfüggést. Amennyiben hasznosnak találtad, kérlek nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok-sok videó van feltöltve, lehet valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Köszönöm a figyelmet!